Na hát, kedves tartnézőink, ilyet se láttak még, de amit most látnak, nem fogják egyhamar elfelejteni. Itt van velünk Swann Ritossa, világbajnok freestyler focista, és Anastasia Bagagli, remélem jól ejtettem, aki Európa bajnoki harmadik helyezett, 17 éves olasz foci freestyle labdarúgó, vagy freestyler, nem tudom, hogy fogalmazok, de amit a labdával tud, az valami egészen elképesztő, és pillanatokon belül meg is mutatja majd. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Bocsánat. Jó reggelt kívánunk! Ugye Magyarországra érkeztetek, és magyar gyerekekkel találkoztatok abban a pillanatban, ahogy megérkeztetek a repülőtérre. Hogy éreztétek magatokat? Ők is elámultak rajtatok? Igen, minket is elvarázsoltak ők, mert tényleg a tudás szintjük nagyon magas. Alapvetően szerintem kezdjük ott. Mi a különbség egy freestyler focista és egy úgymond normál focista között? Vezessetek be minket ebbe. Oké, mi akrobatikus mozgásokat csinálunk, technikai mozgásokat, igyekszünk egyre nehezebb dolgokat előadni, folyamatosan kihívást vagyunk saját magunk számunkra, hogy egyre fejlődjünk és egyre komplikáltabb dolgokat tudjunk csinálni. A hagyományos fociban az egy egyénibb dolog, ahhoz képest a miénk, egy egyéni technika, amit ugye egészen a szélsőséges fokig fejlesztünk. De egy világbajnok vagy egy Európa-bajnoki bronzérmes freestyler egyébként jó focista? Nem mindig van így, mert a foci és a freestyle két teljesen különböző dolog. Tehát az nem feltétlenül van így. Most Anastasia, amikor itt először találkoztunk, ugye majd mindjárt megmutatod, hogy mit tudsz, én megnéztem, hogy mit tudsz, vagy legalábbis még csak gyakoroltál, és már gyakorlatilag a sapka leesett a fejemről, tehát hogy elképesztő. Ó, azt de szeretnéd. Aj, de szeretnéd, azt igen. Szóval, hogy te mennyit gyakorolsz naponta például? Nagyon sokat, 2-3 órát naponta, de volt, hogy 5 órát is edzettem egy nap. Általában mi a jellemző? Freestyler focista úgy lesz azért inkább valaki, hogy előtte focizott. Mi a jellemző? Nálad például hogy volt ez? Igen, én is korábban fociztam, aztán úgy döntöttem, hogy abba hagyom, hogy teljesen ennek szentelhessem magamat a freestyle-nek, annál is inkább, mert sokkal több lehetőséget ad, miután én lány vagyok. És nálad hogy működött ez? Igen, amikor elkezdtem, akkor még nem volt meg ez a szakág, a freestyle foci, nem is volt a bajnokságok. Nagyon segített az internet ebben, mert lehetővé tette, hogy sokan a világon cseréljünk egymásnak trükköket, a tudásunkat közössé tegyük a YouTube-on keresztül. Én edzettem, aztán láttam a válaszát esetleg egy japán kollégának, aki aztán válaszolt egy amerikainak, mindezt interneten keresztül. Létrehoztunk egy közösséget, amit teljesen ebből indult ki, az internetből. Internet nélkül valószínűleg ez a szakág, ez nem is létezne ma. Ugye a labdarúgás, a foci az önmagában egy közös nyelv. Ez azt jelenti, hogy ti egyébként szurkolók is vagytok, tehát egy év múlva, amikor már 18 leszel, akkor te is a nagy sörrel és popcornnal a kezedben nézed majd a nagy meccseket. Tudsz-e kiabálni? Szakad-e belőled a hajrá Juventus, mert elárultad, hogy Juventusos vagy, tehát hogy ez is magadba, ezt is magadba szívtad, ezt a fajta labdarúgó szeretetet? Így van. Igen, Juventus szurkoló vagyok, nagyon szeretem és követem a focit. Hát igen, ennyi. Felteszem a létező legbutább kérdést, de engem érdekel akkor is, hogy egy hölgy, ugye kislány inkább, még az voltál akkor még amikor, miért kezd el focizni, mert tetszik neki egy fiú, aki egyébként focizik, és meg akarja mutatni, hogy én is vagyok olyan jó, vagy mi volt az a pont, amikor eldöntötted? Nem ez volt. Semmilyen fiú nem volt benne a történetben. Ez egyszerűen egy szenvedély. Amikor kicsi voltam, mindig szerettem a labdát, úgyhogy ezért kezdtem el én is focizni, és most pedig ugye freestyle focista lettem. Ha én valaha szeretnék fiúval megismerkedni fagyizás helyett, és tudnék ilyet, biztos, hogy kimennék a térre, és egyszerűen csak megmutatnám ezeket a trükköket, mert akkor másképp kérdezem. Azért ezen elálmulnak a férfiak, a fiúk is, ugye, amit te tudsz. Hát ez így van bizony. Megmutatod nekünk, ha szépen megkérünk. Na, akkor most jöjjön, én már nagyon kíváncsi vagyok. És Swann pedig el fogja nekünk mondani, hogy mit látunk gyakorlatilag, tehát hogy milyen gyakorlatokat mutat most nekünk Anastasia. Most ez egy egyszerű dekázás. Ezt még te is felismerted? Igen, fölismertem, de tudni már nem tudtam volna. Ok, ok, qui sta facendo tra l'altro degli esercizi che si chiamano, come sarebbe, si chiamiano ATV, hogy az tévének is ez a rövidítése, ez Around the World, az a világkör magyarul. Tehát ugye a lábat körbevisszük a labda körül, minden testrésszel tudunk dekkázni, nem csak állva, hanem ülve is, ahogy most láthatjuk. Tehát minden testrészt használhatunk, a kezeinket leszámítva. Ezek olyan gyakorlatok, amelyek nagyon kellenek a koordinációhoz, amikor focizunk. Hát egész testünket használjuk, nem csak a lábunkat, és a freestyle egy eszköz, egy módszer lehet az edzésre, ami nagyon is jó, hatékony. Na most ezt nézni rendkívül szórakoztató, ugyanakkor lenyűgöző, de ehhez valószínűleg azért tényleg napi több óra küzdelem, vagy több óra gyakorlás kell. Mennyire kell ezt karban tartani, ha egyszer valaki ezt megtanulta, ezt a tudást? Sì, hát így van. Az a lényeg, hogy kitartás legyen az emberben, mint minden sportban, hogy profi módon tudja ezt tűzni az ember. Kitartás kell és odaadás. A freestyle-ban különösen is így van, mert nagyon könnyű kijönni belőle, elveszíteni az érzést, úgyhogy edzünk folyamatosan délelőtt, délután, mint a profik. 2 óra délelőtt, 2 óra délután edzésünk van. Erre a szintre, amit most itt láthatunk, mennyi idő alatt lehet eljutni körülbelül? Anastasia ez esetben egy különleges példa, mert nagyon rövid idő alatt sikerült eljutnia erre a profi szintre. Igen, most egy kicsit nehezebbeket is kezd bemutatni, viszont 4-5 év folyamatos edzés után már látszadnak az eredmények, nem is kicsik. Láttad a magyar gyerekeket, láttál közülük olyat, akire azt mondod, hogy Anastasiának vagy neked, Swann, akár a méltó követőd lehetne? Sì, abbiamo visto ieri qualche ragazzo. Láttuk néhány gyereket itt a CIP focitáborban, nagyon ügyesek is vannak közöttük, nagyon örülünk annak, hogy a CIP Bank megadja a lehetőséget, hogy megismerjük ezeket az új tehetségeket. Holnap lesz a záró előadás. Már én láttam is néhány gyereket, akikkel szívesen kapcsolatban maradnék, hogy esetleg elküldjük videójukat online. Ugye ebben a táborban 100 magyar gyerek vett részt nagyjából, ha jól tudom. Mennyire motiválja őket mindaz, amit tőletek láthatnak meg a nagy sztároktól? Mindenképpen nagyon motiválja őket, és nagyon fantasztikus átadni nekik azzal, amit csinálunk, a lelkesedésünket a sportágunk iránt. Tegnap próbáltuk megtanítani nekik néhány dolgot, az alapokat. Érdekes volt látni a lelkes arcukat, amikor sikerült befejezni mondjuk egy trükköt, egy gyakorlatot. Anastasia egyébként most mennyire fárad el? Tehát mennyire merít ki ez? Nem tudom, hogy csak 20 perc után kezdesz meghalni, vagy már 3 perc is olyan fárasztó, hogy pihed az ember. Most tud már kosarazni is tud. Ilyenkor a viva. Még él, még életben van. Ez egy kihívás, általában 3 percig tart, 3 percben 2 ellenfél van, tehát gyakorlatilag másfél perc után egy emberre, ami 3 darab 30 másodperces részre oszlik, tehát a nagyon rövid idő alatt lezajlik, de szuper intenzív. 30 másodperc alatt össze kell sűrítened minél több dolgot, amit csak lehet. Egy dolgot most nem értettem. Mondtad, hogy 2 ellenfél van. Na, ezt most én nem értettem. Hogy mi az, hogy ellenfél? Igen, azért van így, mert a freestyle foci, ez egy igazi foci, egy igazi sport, vannak bajnokságok, vannak hazai bajnokságok, Európa-bajnokságok és világbajnokságok, és kihívják egymást, 2 freestyler egyik a másik ellen kiáll, ugye van egy 30 másodperc az egyiknek, aztán a másik válaszol rá 30 másodpercben 3 turnusban, és aztán a végén eldől ki a győztes. Ja, és akkor minden 30 másodperc után mondja a zsűri, hogy te voltál jobb, vagy te voltál jobb, vagy nagyjából így? Nem, a végén. Például mi egymást kívjuk, ugye kölcsönösen én téged. Azt szerintem lekottázhatjuk előre, hogy te nyersz valószínűleg. Mi a fő cél? Mert az, hogy a freestyle-lal megszerettesd a gyermekeket, vagy pedig az, hogy labdarúgó utánpotlást, vagy hogyha nem olyan tehetséges, ha más nem szurkoló legyen belőle, mert ugye sportágnál nincs elveszett ember, ha szurkoló már az is jó. Mi a célotok? abbiamo come obiettivo, attraverso quello che az, hogy azon noi, keresztül, amit csinálunk, a freestyle focin keresztül elérni azt, hogy gyerekek mindenek előtt szeressék ezt a sportágat, esetleg kicsit kevesebbet üljenek a képernyő előtt, az okostelefon előtt, és többször menjenek ki akár utcára focizgatni, ahogy régen ugye történt, és azon keresztül, amit csinálunk, szeretnénk is fejleszteni a technikájukat egyénileg, hogy aztán a pályán is jobb játékosok lehessenek a többiek szolgálatára. Egy átlagos focistának ez segíthet? Tehát aki hivatalosan a normál focit űzi, de esetleg mellett egy picit gyakorolgatja ezt, az segít neki a normál fociban? Abszolút, hogyne, mindenképpen így van. Idén volt szerencsénk edzeni olyan játékosokat, akik jelenleg a Serie A-ban játszanak, velünk edzettek, hogy fejlesszék a tudásukat, a teljesítményüket magas szinten. Köszönjük szépen, egy nagyon gyors kérdés, elfelejtettem megkérdezni tolmácsunknak a nevét, szabad-e megtudnom? Márk vagyok. Márk, bevallom őszintén, életemben nem gondoltam volna, hogy valaki egy idegen nyelvre freestyle kifejezéseket fordít, minden tiszteletem a tiéd, és neked is, Swann és Anastasia, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Sok sikert kívánunk. És hát gratulálunk Anastasiának, szuper volt. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.